olyan szituációk, amikor szintén helyt kell állni, és szintén az átlagnál többet kell teljesíteni. Ennek most jóval többet tettek, mint az átlag intézkedéseik során. Az, hogy ölbe hoztak le sok-sok emeletről bajba jutott honfitársainkat, az nem csak tiszteletre méltó, hanem óriási például állhat bárki számára. Gratulálok ehhez a munkához, köszönöm a társszerveinknek az együttműködést és a tisztes helytállást, és a munkájukhoz tovább sok sikert és kitartást kívánok. Köszönöm szépen! A tevékenységirányítási központ küldésére érkeztünk meg a helyszínre. A bejelentés tárgya az egy tűzeset volt. Amikor megérkeztünk, már láttuk, hogy a panelháznak a tetőszerkezete erősen füstöl. Gyalog mentünk fel a 8. emeletre, ahol a társasház gondnoka megmutatta azt a lakást, amely feltehetően kigyulladhatott. A lakás ajtajához érve onnan már erős fűszag volt érezhető, valamint a tűznek a ropogását is lehetett hallani. Lakásnak az ajtaját azt berúgtam. Lakásba nem tudtunk bemenni a nagy füst miatt, valamint a tűz miatt sem. A füst szinte teljesen elárasztotta a szintet. Az önkormányzati rendészet kollégái Drégályvár utcában láttak el általános feladatot, amikor észlelték, hogy valahol a kerületben nagy probléma lehet, mert a rendvédelmi szervek, a rendőrség, tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki. Amikor odaértek, akkor látták, hogy egy tűzesetnek a füstje gomolyog, ezért gondolkodás nélkül úgy döntöttek, hogy bemennek a lakóépületbe, ahol találkoztak a rendőrség és a honvédelem tagjaival, akik már egy mentésben vettek részt. A szint kiürítése során tapasztaltuk azt, hogy több olyan személy is van, akik mozgásában korlátozottak, így ők a lift használata nélkül nem tudják elhagyni a lakásukat. Őket a helyszínen lévő kollégáimmal, valamint a közterületfelügyelet munkatársaival ölben vittük le a szabad levegőre.